az Isten félelemmel kapcsolatban szeretnék beszélni. Tehát az Isten félelemmel folytatni szeretném. Ugye múlt héten kezdtük ezt el, és nagyon érdekes dolgok vannak. Először az Ézsaiás könyvéhez lapozzunk, Ézsaiás 11-hez, és azt látjuk, hogy Ézsaiáson keresztül Isten kijelenti itt, hogy az Ézsaiás 11:2-ben azt mondja, hogy akin, tehát itt Jézus Krisztusról van szó, azt mondja, akin az Úrnak szelleme megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek szelleme, tanácsnak és hatalomnak szelleme, az Úr ismeretének és félelmének a szelleme. Tehát, és nézd meg, mit mond, és gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Tehát miről van itt szó? Arról, hogy Isten félelem, tehát az Isten félelme, az egy szellem. Tehát az maga az Úrnak a szelleme, és az Úr szellemében az egyik ilyen szellem, a megnyilvánulás, vagy szellem, az Úr félelmének a szelleme. Tehát ezt nem magadra kell erőltetni az Úrnak a félelmét, hanem az Úr szelleméhez tartozik az Úr félelme. És nézd meg, ez nagyon fontos megjegyezni, ez nem érzelem, tehát az Úr félelme, az nem érzelem. Bár van érzelmi hatása, de nem érzelem, hanem szellem alapból. És megnézzük, hogy mit mond még Ézsaiás, nézd meg, a 29. fejezetnek a 13. verszakában. Figyelj, azt mondja, is szólt az Úr, mivel e nép szájával közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgy, hogy irántam való félelmük betanított emberi parancsolat lett. Oké? Miről van itt szó? Nézd meg, hogy azt mondja, hogy ahelyett, hogy ezt a szellemet fogadták volna be Izrael fiai, helyette emberi parancsolatokat hoztak létre Istennel kapcsolatban, Isten törvényével kapcsolatban, és nem a szívbe ment be, tehát az Isten félelem, ez egy ilyen külső, pszichikai valami volt nekik, tehát nem belső, nem szellem volt, hanem pszichikai. Azt mondja, hogy betanított emberi parancsolat lett. Tehát betanították pszichikailag ezekre a parancsolatokra, és ezáltal úgy gondolták, hogy Isten félelmébe járnak. De nézd meg, milyen óriási különbség van az igazi Istenfélelem és a hamis Istenfélelem között. Mert a betanított parancsolatok igazából nem tudnak igazi, tehát a Szent Szellemnek az Istenfélelem szellemét bevinni az embernek a szívébe. És nézd meg, hogy milyen különbség van a kettő között, hogy amiben nincs ott a Szent Szellem, hanem emberi, tehát emberi, annak azt mondja, hogy e nép szájával közelget hozzám. Tehát a szív távol van az Istentől, de a beszédben állandóan ott van, mintha Isten lenne a központba a beszédének. De igazából a bensejükbe nincs ez meg, hanem csak a szájba van meg. Azt mondja, az ajkaival tisztel, szíve távol van tőlem. Tehát amikor Isten félelmére betanítanak téged, tehát nem az Úr szelleme, hanem emberek pszichikai hatása, beszédeit tanítják be az Isten félelmet, akkor azt mondja, a szíved távol kerül az Úrtól.
Ha a Szent Szellem hozza be az Isten félelem szellemét, akkor a szíved közel kerül az Úrhoz. De ha emberek hozzák ezt pszichikailag, úgymond te is mondjuk olvasod az igét, és pszichikailag megpróbálod ezt megtenni, de az csak emberi psziché, azzal nem tudsz a szívedre hatni. Hanem akkor tud, hogyha a szellemedben jön be ez a szellem. És nézd meg, hogy a messiásra, ugye, ahogy, amit olvastunk a Ézsaiás 11-nél, hogy Jézus Krisztusra rászállt ez a szellem. Rajta van az Úrnak a szelleme, rajta van az Isten félelem szelleme. És amikor te befogadtad Jézust a szívedbe, akkor Jézus Krisztussal együtt, aki rajta van az Isten félelme is, többek között, bejön a szívedbe az Isten félelem szelleme is. Tehát magként hordozod az Isten félelem szellemét is, hogyha befogadtad Jézust a szívedbe. Tehát ez azt jelenti, ugye, mert erre hivatkozik, erre az igére, Jézus is többször hivatkozik erre. Nézd meg a Máté 15:8-ban. Tehát 7. versszaktól azt mondja, képmutatók, tehát a írástudókról és a farizeusokról mondja, képmutatók, azt mondja, színészek, igazán profétált felőletek Ézsaiás, mondván, ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem. Miért? Mert emberi beszédek, parancsolatok, szabályrendszerek által akarták kiépíteni bennük az Isten félelmét. És ezért azt mondja Jézus, hogy egy olyan, tehát színészeket termel, tehát az emberi parancsolatok színészeket termelnek, akik szívükből nem élik át az Istennek a dolgait, úgymond a kegyesség látszatát megőrzik, de belül nincs meg az az erő, és a szívükben nincs meg az a hozzáállás. És ezért a szájban ott lesz, mert ugye akarják mások előtt is bizonyítani, hogy hát ők istenfélők, de a bensejükkel ezt nem tudják megtenni. Hát persze, hogy nem tudják megtenni, ki tudná ezt megtenni? Tehát ugye az istenfélelmet, hát úgy éltünk, gondolod el megtérésünk előtt, hogy éltünk, és egyik napról a másikra azt mondják neked, most pedig így és így csináld. Tehát, az nem, tehát ez nem egy érzelem, ezt nem tudod belelovalni magadat az Isten félelembe, hanem ez azzal kezdődik, azzal a maggal, amivel befogadtad Jézus Krisztust a szívedbe. És ez a mag hordozza az Isten félelmének a szellemét benned. És azt mondja utána, hogy és előszólítván a sokasságot mondta, halljátok és értsétek meg, nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az fertőzteti meg az ember. Emberek, innen is látszik, hogy az Isten félelem az összefügg az ember szájával. Tehát, ugye, mert Jézus azt mondja, hogy a szájukkal közelgetnek hozzám, tehát szájukkal közel vannak hozzám, a szívük távol van tőlem. De várjál, milyen beszéd volt a szájukon. Tehát a szívnek a bőségéből kell, hogy szóljon. Hogy tudna szólni úgy az ember a száján keresztül, hogy a szíve távol van Istentől? Azt mondja Jézus, az jön ki az embernek a szájából, ami a szívébe van. De hogyha a szíve távol van az Istentől, hogy tud a szájával közeledni az Istenhez? Sehogy. Először a szívednek kell ott lennie az Istenbe, hogy utána a szád azt az eredményt hozza, amiért van. Tehát amiért Isten megteremtette az embernek a nyelvét és száját. Tehát nézd meg azt, hogy tehát nagyon is összefügg a beszéd és az Isten félelem, de nem olyan módon, hogy akárhogy beszélhetsz, és a szíved nyugodtan távol lehet Istentől, hanem tehát nézzétek meg, mire gondolok. Amikor 34. Zsoltárban Dávid azt mondja nekünk a 12. versszakban,
Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítlak titeket az Úr félelmére. Tehát itt a Szent Szellem általi tanítást ad Dávid. Tehát nem Szent Szellem nélkül parancsolatok, szabályrendszerekbe visz be, mint hogyha azok tudnának megtartani. Gondold el, hogy milyen lehetett az, hogy a mózesi törvény köré még nem elég a 613 parancsolat, de még a vének hagyományai alapján még e köré is parancsolatokat visznek be. És azt gondolják az emberek, hogy na ettől istenfélők lesznek. És nem. Ugye Jézus is, amikor a Jónás jele miatt megfette őket, akkor mondta is, hogy hát ez a parázna nemzetség jelt kíván. Tehát nem lettek szentebbek. Nem lett istenfélelem. Maximum kívülről tűnt úgy. És nézzük, mit mond Dávid, tehát amikor a Szent Szellem tanítja, mert tanítani akar a Szent Szellem az Úr félelméről. Hát különben én se lennék itt most, és nem mondanám ezeket. Tehát nyilván az Isten félelem szelleme a tanítás, a Szent Szemtől való tanítás által tud belemenni az emberbe. De nézd meg, mit mond. Tehát megtanítlak az Úr félelmére. És milyen tanítást ad? Az, hogy újabb szabályrendszereket rakjunk be, és helyezzünk be Isten törvénye mellé? Nem. Mit mond? Nézd meg. Azt mondja, ki az az ember, akinek tetszik az élet, tehát egy kérdést tesz föl, és így kezdi el tanítani az embereket az Úr félelmére, hogy ember, szeretnéd, hogy tetszen az élet, ahogy éled itt a földön? Szeretnéd, hogy ahogy éled az életedet, azt mondta, hogy fú, jó életem volt, vagy jó életem lesz. Jó életre számítok. Azt szeretném, hogy tetszene az élet. Nem az, hogy kimenekülnék a világból is, olyan életet élek. Mert emberek így kezdődik el. Tehát nem úgy, tehát nézd meg, hogy tanít meg a Szent Szellem téged az Isten félelmére. Nem úgy, hogy megjelenik egy nagy tűz, és azt mondja, megemésztelek, hogyha nem jársz félelembe, hanem téged elkezd motiválni. Tehát mielőtt bemenne az Isten félelem szelleme az életedbe, elkezd motiválni téged, hogy ember, szeretnél jó életet? Hallod? Szeretnél? Én is ezt kérdezem tőled. Azt mondja, tehát ki az az ember, akinek tetszik az élet? És szeret napokat, hogy jót láthasson. Szeretnél napokat? Hogy jót láthassál? Na, így kezdődik a bevezetés az Úr félelmébe. Hogy valami nagyon jó dolog van benne. Valami nagyon jó következménye van az Úr félelmének. Az lesz a következménye, hogy jót fogsz látni, ahogy telnek a földi napjaid. Jó dolgok fognak veled történni, és az élet tetszeni fog. És nem azon gondolkozom, hogyan legyél öngyilkos. Azt mondja, és hogy folytatja, nézd meg? Ahogy Jézus is, ugye azt mondja, tartóztasd meg a nyelvedet a gonosztól, ajkadat a csalárd beszédtől, kerüld a rosszat. Várjunk egy kicsit. Ugye az Isten félelem a gonosznak az elkerülése. De Dávid nem azt mondta rögtön, hogy akkor kerüld a rosszat, megtanítlak az Úr félelmére, kerüld a rosszat. Várjunk egy kicsit, ez nem fog sikerülni, ha először a száddal, tehát a száddal nem kezdesz valamit. És azt mondja itt, hogy először is a gonosztól tartóztasd meg a nyelvedet. Nézd meg, hogy mi jön ki a szádon. Nézd meg, hogy emberekkel kapcsolatban, Isten dolgaival kapcsolatban, vagy más-más dologgal mi jön ki a szádon. Mi hagyja el a szádat? Ha gonosz, akkor felejtsd el már akkor, hogy valami jó dolog fog történni veled. Tehát az ember először a nyelvét szelidítse meg, de ki tudja megszelidíteni a nyelvét? Ugye azt mondja Jakab? Hát Isten szelleme. Ezért adta a nyelveken szólást, hogy ezzel szelidíted a nyelvedet. És azt mondja, hogy
Az ajkadat a család beszédtől, tehát a csapda beszédtől, az ilyen kettős beszédtől, tehát a család az ilyen kettősséget jelent. Tehát ne csináld azt, hogy először beszélsz jól, aztán rosszul. Aztán megint jól, aztán megint rosszul. Emlékeztek, ezt mondja Jakab apostol, hogy hát nem jöhet ki abból az egy kútból, forrásból, nem jöhet ki gonosz, meg jó, átok és áldás. Akkor használjuk egy forrásra, és nyilván az áldásra. És azt mondja, utána mondja, kerüld a rosszat, cselekedjél jót. Tehát mit fogok csinálni? Hogyha jól használom a nyelvemet, el tudom kerülni a rosszat. Ha rosszul használom a nyelvemet, belekerülök a rosszba. Tehát először zabolázzam meg a nyelvemet ahhoz, hogy jó életem legyen, és ki tudjam kerülni a csapdákat, az ördögnek a termékeit, a bűnöket, átkokat és egyéb dolgokat. Hát hányátok úgy jön létre, hogy szól valaki? Hát a legtöbb. Hát a legtöbb problémája, tehát hogyha átokkal van valakinek problémája, a legtöbb probléma az a nyelv, ami kijön a száján keresztül. És az hozza létre a legtöbb átok, tehát a legtöbb átok úgy jön létre. Ne is menjünk tovább, például amikor Jób, csak annyira, hogy amikor Jobbnak megjelenik Isten, és ugye Jób végig a maga igazát védi a barátai előtt, és megjelenik Isten, és azt mondja neki, hogy kicsoda az, aki a beszédeivel az örök rendet elhomályosítja. Gondold el, beszéddel mit lehet csinálni. Nemhogy csak annyit lehet, hogy gonosz sorsformáló erőket ráhív az ember másnak vagy a saját életére, sorsára, jövőjére. Nem elég. De még a beszédeivel még homályt, tudod milyen a homály, amikor szombaton mentünk hazafele, nem lát semmit. Tiszta köd van. Homály van. Két ilyen csíkot láttál, ennyi, vagy egyet. Egy vagy két csík. És azt mondja Isten, hogy létre lehet hozni ezt az ember a beszédével. Aztán csodálkozol, mindig nekiütközöl, mint egy dodge-em valaminek. Mert hát, érted, nem lát semmit, tehát gyorsan mész, és puff, neki. De nem menjél gyorsan, tehát ilyenkor. De nézd meg, hogy a beszéddel mit lehet okozni. Aztán soppánkodsz, hogy megint karambolosztál, de ne karambolozzál, tehát semmi. Én most tehát úgy mondom, hogy tapasztalsz olyan dolgokat, és utána megmondod azt, hogy ez ilyen ért engem, olyan ért engem, oké, biztos, hogy ezek értek. De először nézzük meg, hogy van-e köd az életedbe. Tehát mindent látsz-e jól, világosan, tisztán, vagy pedig azért állandóan ezek azért történnek, mert a beszédek homályt hoznak létre, és nem beleütközöl, tehát nekimész a falnak. És mindig csak azt veszed észre, hogy megint nekimentél a falnak. Megint nekimentél. Tehát ez nem jó így. Hanem azt mondja, hogy a beszédünket nézzük meg, hogy milyen a beszédünk. Nézzük meg, hogy jól beszélünk-e. Nézzük meg, hogy beszélünk másokról. Nézzük meg, hogy beszélünk magunkról. Nézzük meg, mit engedünk meg magunknak. Mert ez befolyásolni fogja a sorsunkat és a tapasztalatainkat. Jó? Jó. És azt mondja, ugye, kerüld a rosszat, cselekedjél jót, keresd a békességet, és kövesd azt. Látod, hogy mi az Isten félelme? A békességnek a keresése. Jó, most ne érts félre, amikor Jézabel szelleméről van szó, akkor nem a békesség keresése a lényeg. Mert ugye akkor Jézabel szellem egy ilyen álbékesség, egy hamis békességet akar, és ugye állandóan ezt kérdezték Jéhutól, ugye ezzel akarták, hogy na, békesség, békesség, most már hagyjatok már a békességgel, mondta Jéhu. Vagy jössz a háttam mögé, vagy ennyi volt. De ugye ez a Jézabel szelleménél. Tehát az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán. Tehát mit hoz az Isten félelem? Az Úr tekintetét rád vonja. Állandóan.
ott szemefénye vagy neki. Ha valaki bántani akar téged, annak gyűlik meg a baja az Istennel. Jó. Tehát igen, azt mondja, hogy nézzük még meg az 1 Korintus 1.19. Azt mondja itt Isten beszéde. Mert megvan írva, elvesztem a bölcseknek bölcsességét, és az értelmeseknek értelmét elvetem. Hát mire mondta az, hogy mert megvan írva? És ugye azt mondja, mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek az ereje. Tehát miről van itt szó? Arról, hogy a keresztről való beszéd, az, hogy Krisztus a keresztre ment a mi bűneink miatt, és azt mondja, hogy ez bolondságnak tűnik az embereknek, azoknak tűnik bolondságnak, akiben nincs Istenfélelem. Akiben van Istenfélelem, annak a Krisztus keresztje erőt fog lehozni az életébe, és erőt fog áthozni az ő életébe. És azt mondja, nem hogy csak erőt, hanem ezt a dinamikus erőt, tehát ami lerombolja az ördögnek az átkait, betegségeket, mindent, tehát ami az ördöghöz hozzá tartozik. Azt mondja, az Istennek az ereje valóságossá teszi, tapasztalatoddá teszi, amit megszerzett számodra Jézus Krisztus. Hát ez egy óriási dolog. Még hadd mutassak nektek egy igét. Azt mondja, hogy Jeremiás 32:40. És ez is az Úr félelmével áll kapcsolatban. Na, mit olvasunk itt? És örökké való szövetséget kötök velük, hogy nem fordulok el tőlük, és a velük való jó téteménytől, figyelj, és az én félelmemet adom az ő szívükbe, hogy el ne távozzanak tőlem, és örvendezek bennük, ha jót cselekedhetem velük, és biztosan beplántálatom őket a földbe, teljes szívvel, és teljes lélekkel, szellemmel. Nézd meg, azt mondja Jeremiás, hogy egy új szövetséget fog kötni Isten, és ebben az új szövetségben ez egy örökkévaló szövetség lesz, és azt mondja, hogy ebben ő adja az emberek szívébe az Úr félelmét. Tehát a szövetség tartalmazza az ő félelmét, az, hogy belerakja az embereknek a szívébe. És ez egy nagyon, hogy mondjam, tehát, hogy nem az emberek lovalják bele magukat az Isten félelembe, hanem a szövetség hozza be az emberek szívébe az Isten félelmét. Jó? Egyébként ilyen szövetség a Ézsaiás 54-ben, most nemrég hallottam, hogy ugye itt az 54 azt mondja, például a 9. verszak, nézd meg, mert ez nékem, mert úgy lesz ez nekem, mint a Noé özönvize. Miként megesküdtem, hogy nem megy át többé Noé özönvize földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem fedlek. Mert a hegyek eltávoznak, a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik. És ugye ez nagyon érdekes, hogy Ézsaiás 53 után van, és ugye tudjuk azt, hogy Ézsaiás nem úgy írta a könyvét, hogy most a 53. rész következik, utána az 50, eddig tartott az 53. rész, és jön az 54. Hanem itt azt látjuk, hogy a Messiás áldozata után azt mondja, hogy Isten megesküszik úgy, mint Noénál, tehát egy eskütételre az új szövetségben, a Messiás halála és föltámadása után egy új esküt tett Isten, olyat, mint Noénál,
Nem mondj olyat, hanem azt mondja, hogy úgy, mint Noénál, tehát miként megesküdtem akkor, és azt mondja, hogy én többé rád nem haragszom. Gondold el. És nagyon érdekes, most nem akarom, hogy oda lapozzatok, mert elmegy egy másik irányba, akkor elmenne a tanítás. Nagyon érdekes a Jelenések könyve 5. résznél, hogy azt látod, hogy Isten a trónját szivárvánnyal veszi körbe. Tehát az azt jelenti, hogy nem haragszik rád. Mert azt mondja, a Messiás halála és föltámadása után, te csak, ne csak azt lásd, tehát te, aki elfogadtad Jézus Krisztus engesztelő áldozatát, és hiszel benne, de ne csak azt lásd a szivárványból, hogy többet nem lesz özönvíz. Hanem amikor megjelenik a szivárvány a fejed fölött az égen, akkor arra gondoljál ezentúl, hogy nem haragszik rád Isten. Na azt mondja, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom. Miért nem haragszik rád Isten? Hát mert Jézus magára vette a te életedet. Arra nagyon haragudott a hiába való életedre. És ő a haragját Jézus Krisztusra bocsájtotta rá. Amikor Jézusra rábocsájtotta, az olyan, mint a rád, érted, rád haragudott, nem Jézusra, csak Jézus beállt az Isten haragja elé, és ő rázúdult Istennek az ítélete és haragja. És akkor, tehát mit csinált? Helyettesített. Úgy helyettesített, hogy ő pedig az ő életét átadta neked. Tehát te most már nem önmagad miatt vagy itt, meg önmagad miatt élsz a földön. Azt mondja ugye Pál apostol, hogy akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Mert ha egy meghalt mindenkiért, akkor azok is meghaltak, akikért meghalt ugye az az egy. Tehát innentől kezdve azok viszont ő érte élnek. Tehát te már nem magad miatt vagy itt, hanem Jézus miatt vagy itt. Ezt tudatosítsd magadba, hogy te ő miatta vagy itt. És ha ő miatta vagy itt, akkor az Atya téged úgy lát, mintha az ő fia, Jézus Krisztus, nem úgy, mintha, hanem hát ő van benned. Ő látja benned Jézus Krisztust. És azt mondja, hogy amit már haragudott, azt már ráöntötte Jézusra, a többit még, amit még a harag-poharag gyűlnek a mennybe, amíg nem önti ki Isten erre a világra, azt mondja, addig azt akarja, hogy békülj meg vele. Tehát, hogy jól döntsél, hogy ahogy éled az életedet, jó döntéseket hozzál. Jó? Mert ugye azért mondja Pál apostol, hogy mi közben járunk, mi nagy követei vagyunk Istennek, a békesség nagy követei vagyunk Istennek, az embereknek, és mondjuk nekik, hogy emberek, térjetek meg, közeledjetek Istenhez, mert ő a haragját kibocsájtotta Jézusra. Most a békesség ideje van, most az a korszak van, amikor Isten jót meg akarja mutatni az ő jóságát az életedbe, és döntsél jól, mert eljön az az idő, amikor az ő haragjának a napja be fog állni, és eljönnek azok az idők, amikre ugye azt mondta Jézus, hogy ugye most a Isten jó kedvének az esztendeje van, és fog utána jönni az Istennek a haragjának a borsajtója. Tehát visszatérve Jeremiáshoz, miről beszéltünk? Az, hogy egy új szövetséget köt Isten, örökkévaló szövetséget köt. Ugye egyébként Jeremiásnál, amire hivatkozik a zsidókhoz írt levél, ugye a 31. verszakban, hogy ugye 31-ben, amikor azt mondja Jeremiás, hogy íme eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök Izrael házával és a Júda házával. Nem am a szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem. Most nem akarom itt tovább folytatni, de ugye zsidókhoz írt levél szerzője azt mondja, hogy amikor erről beszél Jeremiás, azt mondja, hogy elavultá tette a régit. Tehát már itt, Jeremiás idejében a mózesi törvény elavultá vált, és nem tudott úgy működni.
Ugyanis ugye a mózesi szövetségnek, a sínai szövetségnek kiegészítő jellege volt, erről Pál ugye beszél a Galata levélnél, hogy a 430 év után adott törvény nem tette semmissé az ígéreteket, tehát Ábrahámmal kötött ígéreteket, tehát ez egy kiegészítő szövetség volt, és feltételes ígéreteket tartalmazott. De amikor azt mondja nekünk Pál az efézusi levélben, hogy áldott az Isten, aki minden szellemi áldással megáldott titeket a mennyben, Krisztus Jézusban, akkor az nem feltételes, hanem áldott vagy. Minden szellemi áldással áldott vagy. Ez nem kell semmit se csinálnod, csak annyit csináltál, hogy Krisztus Jézusban vagy te is. Úgyhogy, hogy befogadtad Jézust a szívedbe, és újjászülettél víztől és szent szellemtől. És utána már pontosan ezért mondja, hogy azért imádkozom, hogy Isten nyissa meg a szívetek szemeit, hogy lássátok, hogy milyen dolgokkal rendelkeztek, hogy Istennek milyen dolgai vannak már az életetekben, és ez szerint kezdjétek az életeteket hozzáigazítani, az életmódotokat, cselekedeteiteket, és a többi, és a többi. Ugye, hogyha megnézzük a levél felépítését is, szinte azt lehet látni, hogy az első rész, második rész, ugye végig arról beszél, hogy mivel rendelkezünk már most. És valamikor a negyedik rész vége felé kezd el rátérni arra, és az ötödik rész és hatodik résznek az eleje, arról, hogy a cselekedeteink, az életvitelünk milyen legyen. Tehát körülbelül így épül föl a levél felépítése, még akkor is, amikor tehát így épül föl. Gondold el. Hát te meg hová sietsz? Azt se tudod, mit van, de már tehát azt hiszed, hogy ezt úgy kell csinálni, mint ahogy Mózes megparancsolta. Tehát állj meg egy kicsit, és gondolkodj el azon, hogy mit jelent, hogy minden szellemi áldással már meg vagy áldva a mennyben. És ha jól átgondoltad, és sikerül teljesen ezt befogadnod, és talán még azt is sikerül, hogy megnyílik a szívednek a szeme, hogy lássad azt a három dolgot, amiért imádkozott Pál, aztán utána még abban is megerősödsz, hogy régen halott voltál, és régen a gonoszság szelleme irányítottak, a levegőbeli magasság fejedelme, de most Krisztussal ülsz magasan ez a fejedelem fölött, a szellemeddel, akkor utána magadtól, ahogy olvasod, hogy hogyan egy keresztény mit csinál, hát úgy, hogy nem úgy, hogy mi szokás itt körülbelül a mi házunk táján, hogy milyen életvitel, milyen cselekedetek, hogy kell, tehát a szokásban, hogy ez mi illik hozzánk ezután, gondolom, mi illik. Tehát mi nem azért csináljuk a dolgokat, mert nagyon, hogy így erőltetjük ezeket, hanem miután tudatába kerültünk, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, mivé lettünk most, az újjászületésünk után, ezután már azt úgy cselekszünk, hogy mi illik hozzánk. Nem jó? Miért? Mert beviszi Isten, az ő szelleme bejön a szívedbe, bejön az Úr félelme is a szívedbe. És nem erőltetni kell ezt, hanem be kell, tehát a tanítás, a Szent Szellemtől való tanítás, az ige hirdetés beviszi az Isten félelmet az életedbe. Amen. Ugyanis, emberek, az Úrnak a félelme az ugye az egy és oszthatatlan. Tehát az azt jelenti, hogyha régen is azért volt, tehát, vagyis hogy ugye kijelentik az emberek, hogy az Úr félelme a gonosztól való eltávozás, az az új szövetségben is a gonosztól való eltávozás. Itt azt kell csak megnéznünk, hogy mi a módja, tehát milyen módon távozik el az ember a gonoszságtól. Értek? Tehát mindenképpen az Isten félelme a gonosztól való eltávozás. Ez az új szövetségben is, és az új szövetségben is, mert egy Isten félelem van. Csak itt az a kérdés, hogy milyen módon jutsz el
a gonosztól való eltávozásra. Tehát egy elrettentéssel, nem? Egy elrettentéssel, tehát mondjuk azzal büntetéssel rettentik el az embert, hogy ne csináljon valamit, vagy motivációval. És az új szövetség annyiba különbözik, hogy Isten belülről kezd, tehát elkezd belül motiválni, nem azáltal, hogy kívülről egy kényszert helyez rád. Nézd meg, milyen lett volna, nem? Amikor megtérünk, vagy minden ember, aki megtér, megjelenik neki Jézus, vagy csak úgy tér meg, hogy megjelenik neki Jézus, és innentől kezdve már az életében az van, hogy biztos, hogy nem tagadja meg, biztos, hogy létezik Jézus, biztos, hogy tehát egy ilyen szinte determinikus hatása van ennek. Hát Izrael fiainál ez volt, hogy megjelent Isten, a sínaim fölkeltek harmadik nap hajnalba, és látták a teofániát, látták az Istennek a megjelenését bizonyos formában, és ez egy óriási rettegést és félelmet, de ugye tudjuk, hogy 30, max. 40 napig tartott ez a félelem, mert ugye Mózes, amikor fölment a hegyre, akkor utána azért nem akadályozta meg azt, hogy bálványt, tehát aranyborjukat ne készítsenek. Azt nem tudta megakadályozni mégsem. Tehát mit akar Isten csinálni? Bevinni a szívedbe, hogy belülről te zsigerből úgymond akarjál, vagy zsigerből akarsz. De ez viszont először szabad akaratból a szívedet át kell adnod az Úrnak. Ha akarod. Ha nem akarod, nem csinálja meg Isten. De azt mondod, hogy Uram, én szeretném, én akarom. Akkor viszont mit kezd el csinálni? Az ő törvényét elkezdi bevinni a szívedbe. De ez nem egyenlő a Mózes törvényével. Tehát az Isten törvénye, amikor ezt mondom, ne csak arra gondolj, hogy Mózes törvénye. Mert Istennek volt törvény már előtte is. Hát az ellen vétkezett az ördög. Tehát van Istennek erkölcsi törvénye, már az ember bukása előtt is volt. Amikor azt nézzük, hogy Isten törvényét beviszi, az több, mint a mózesi törvény. És azt mondja, beviszem a szívedbe, hogy belülről akarjál te úgy élni, hogy ne külsőleg kelljen téged rákényszeríteni. Ugye, mint a Bálám a szamarát, hogy addig veri, amíg azt nem csinálja, de akkor se csinálja azt. Tehát például Izraelnek a sorsa szinte, ugye ezt mutatja, ezért mondja Isten, hogy kemény nyakú nép vagy te. Mármint akkor, amikor ugye ez elhangzott, hogy ezt mondta Isten. Miért mondta ezt? Mert akármilyen büntetések jöttek, akármilyen... tehát reakciói voltak Istennek, akkor is azt csinálták, amit a szemük előtt volt, vagy ami a kívánságuk, vágyuk, vagy bármilyen volt, akkor is az jött. Nem érdekes? De Isten pedig be akarja vinni a szívedbe, hogy belülről te akarjál azt csinálni. Nem azért, mert valaki rád kényszeríti, nem azért, mert államilag rád kényszerítik, különben megköveznek, hanem belülről akarsz te. Tehát azt csinálni, ami összhangban van Istennek a törvényével. Jó, nem? Tehát Isten ezt akarja. És amikor arról beszélünk, ugye, hogy a gonosztól való eltávozás, tehát az Úrnak a félelme, akkor ezt az új szövetségben is Isten azt akarja, hogy eltávozunk a gonosztól. Hát nézd meg a Róma levél, Róma 3:18. Ugye itt azt mondja, hogy nincs Isten félelem az ő szemük előtt. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak, hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék. Tehát mit mondott itt, hogy Isten félelem nincs az emberek szemei előtt, nincs csak egy igazság, azt mondja, nincs senki, aki igaz lenne. Se pogány, se zsidó, senki. Szükség volt, hogy a Messiás eljöjjön. És azt mondja, nincs Isten félelem. Ez azért van, mert nincs Isten félelem az emberekben, hanem Isten teszi ezt be az embereknek a szívébe. Nézd meg, Jób könyve,
28:28. Ugye ez a Zsoltárok előtt van. Azt mondja itt, hogy az embernek pedig mondta, íme az Úrnak félelme, tehát ez Ádámnak mondta, ugye, mert itt azt mondja előtte, hogy 26. verszak, mikor az esőnek határt szabott a mennydörgő világoknak utat, akkor látta és kijelentette azt, megalapította és meg is vizsgálta azt, az embernek pedig mondta, tehát az Ádámnak pedig mondta, íme az Úrnak félelme, az a bölcsesség és az értelem gonosztól való eltávozás. Tehát Isten azt akarja, hogy eltávozzunk a gonosztól. Eltávozzál a gonosztól. Ne a rosszal. Miért akarja, hogy eltávozzál a rossztól, a gonosztól? Azért, hogy mert ő meg fogja ítélni a rosszat, a gonoszat, és nem akar téged vele együtt megítélni. Nem akar, hogy ott legyél, amikor ő lesújt a rosszra, nem akar, hogy te ott legyél. A rossz, a gonosz, az rá tapad. És ha nincs Isten félelem, akkor hordod. Akkor nincs megszentelődés sem, nincs semmi sem. Tehát nincs eltávozás a gonosztól. Nézd meg, milyen érdekes az, hogy Isten, tehát még az utolsó, tehát Szodoma és Gomorának az utolsó napján is azon volt, hogy a jó az elmenjen a rossztól. Hogy a Lót ki tudjon kerülni Szodomából. Nem érdekes? Nézd meg Istennek az ítéletét milyen. Hogy az, aki az Ábrahám hitéből való, azt nem akarja megítélni. Pedig mondta Ábrahám azt, hogy egy ekkora városban, ha azt mondja, ha 10 igaz van, ugye 10-ért? Megtartom 10-ért. De nem volt 10 sem. Gondold el. Nem volt 10 igaz sem. És mi volt, hogy nem volt 10 igaz? Ugye mit mondott Ábrahámnak? Megtartja a várost, ha 10 igaz van? Megtartja? Azt mondja, hogy meg. De nem tartotta meg a várost. Tehát nem volt ott 10 igaz. De mit csinált az igazakkal? Mielőtt megítélte volna és megbüntette volna a várost, kihozta őket onnan. Ez vár ránk is, emberek. Mielőtt Isten megítéli ezt a világot és ezt a földet, mert eljön a haragnak a napjai eljönnek, minket is kivisz. Evakuál erről a földről. Tehát ne félj attól, hogy ott maradsz, bent ragadsz Szodomában, bent ragadsz Gomorába, mert nézd meg Lót rendszeresen, tehát ő nem kezdett el úgy élni, ha megfigyeled, nem kezdett el úgy élni, mint a szodomaiak. Sajnos ott volt, de nem élt úgy szerencsére. Tehát az életvitele más volt. És innen látszott, hogy ő igaz ember volt. Ugye ezt később mondja Péter is, hogy gyötörte az ő igaz lelkét. Tehát igaz volt. És ezért a cselekedete is, az életvitele is más volt. Tehát ne merüljél bele ebbe a világba. Mert akkor a világgal együtt elveszel. Hát ezt mondja ugye János apostol is a levelében, hogyha valaki szereti a világot, annak az lesz a része, ami a világnak. Ha elveszik a világ, ő is el fog veszni a világgal együtt. Tehát megtartjuk magunkat, és pontosan erre jön ugye a kegyelem az embernek az életére, hogy a kegyelem ad neked lehetőséget, és ad neked egy pluszt, amivel úgy fogsz tudni élni, hogy nem merülsz bele a világnak a bűneibe, hanem más cselekedeteket teszel, mint amit ez a világ tesz. Jó? Tehát a kegyelem az nem szabadság arra, hogy azt csinálj, amit akarsz, hanem a kegyelem a szabadság arra, hogy jót csináljál. Tehát a kegyelem a szabadságot ad arra, hogy jót cselekedjél. Hogy az Istenek a dolgait tudja csinálni. De arra nem ad szabadságot, hogy a test cselekedeteit és bűnöket kövesse el az ember. Jó, nem? Jó, menjünk akkor vissza. Ugye mit olvasunk itt? Hogy gonosztól való eltávozás. Tehát amikor az Úrnak a szelleme bejön a szívedbe, mi történik? Eltávozol a gonosztól. Tehát létrejön egy elszakadás a rossztól és a gonosztól. Példabeszédek 8:13. Mi még az Isten félelem? Mit mond itt a példabeszéd 8:13?
13, azt mondja, az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése. Tehát látod, hogy nem csak eltávozás a gonosztól, hanem gyűlölöd a gonoszt. Nem az embereket, a gonoszt. De ezt nem tudod magad felturbózni. Hú, én nagyon gyűlölni akarom ezt. Ez nagyon rossz. Tehát így magadtól nem tudod, ez egy ilyen emberi, hogy mondjam, tehát valaki szerencse játékozik, oda megy a félkar rablóhoz, tehát hiába állott és szugerálja, hogy én gyűlöllek félkarú rabló. Vagy a rész, tehát érted, a piához, oda megy az üveg, nem tudom mihez, és akkor mondja, hogy gyűlölöm, de igazából nincs benne, csak ő erőlteti magára, tehát egy ilyen betanított, hogy hívják én, tehát ez nem fog így működni. Amikor az Úr szelleme bejön, ahogy mondja is, hogy adom az ő szívébe, tehát, hogy bejön ez, belül lesz neked a gonosznak a gyűlölése. És mondom, nem embereknek a gyűlölése, nem, hanem az, ami azt az embert úgy motiválja, azt, ami azt az életvitelt úgy ragassza be, tehát az átkot, a gonoszt elkezded gyűlölni. De ez csak az Isten szelleme adja a szívedbe, így tud ez megvalósulni. Tehát mi az Úrnak a félelme? Nem csak eltávozás a gonosztól, hanem gyűlölése a gonosznak. Nem jó, bejön az Úr félelmének a szelleme, és automatikusan elkezded gyűlölni a rosszat. Fú, kiráz a hideg is. Ilyet, mindjárt hány ingerem is van. És hidd el, amitől kiráz a hideg, amitől hány ingered van, azt nem fogod csinálni. Példabeszédek 16.6. Nézd meg, mit mond. Könyörületességgel és igazsággal töröltetik el a bűn, de jó, az Úr ezt csinálta velünk. És azt mondja, hogy utána, hogy az Úrnak félelme által távozhatunk el a gonosztól. Tehát miről van itt szó? Arról, hogy nem csak, ugye azt mondja, eltávozás a gonosztól, nem csak az, hogy gyűlöljük, hanem kiderül az, hogy kizárólag az Úrnak a félelme által távozhatunk el a gonosztól. Tehát az ad egy olyan erőt, hogy ott tud hagyni azt a helyzetet. Ott tud hagyni azt a dolgot, ott tud hagyni azt az embert, mert valahogy belül kivált egy olyan hatást, hogy el akarjál onnan menni. Oké? Okay? Ez jó, nem? Gondold el, hogy ez nem egy pszichikai, ebben az a jó, hogy ez nem egy ilyen erőltetett, pszichikai, magadnak kierőltetett, hanem ez az Úr szelleme a szívedbe végzi el. Azt mondja, mert ő, tehát az Úr félelme által, az Úrnak félelme által távozhatunk el a gonosztól. Ha az által az azt jelenti, hogy valakin keresztül, tehát ő rajta keresztül tudunk eltávozni a rossztól. Ezért mondtam az, hogy kizárólag. Itt ezt mondja, hogy rajta keresztül. És így el tudunk menni. De ki hozza ezt be? A Szent Szellem. Az a Szent Szellem, aki már most is ott van a szívedben. Akiről azt mondja Pál, hogy az Isten szerelme kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által. Az a Szent Szellem behozta az Úrnak a félelmét is a szívedbe, ember. És azért beszélek erről, hogy ez megerősödjön, mert hogy ugye az igét hirdetjük, megerősíti az emberbe azt, ami benne van. És ez sokkal jobban fog tudni holnap, és a következő napokban, hetekben, hónapokban sokkal erősebben fog működni az életedbe az Úr félelme. Oké, de mielőtt még nagyon hosszan elhúznám az egészet, na tehát, nézzük meg, 2 Korintus 5.11. Figyelj, mit mond itt Isten igéje. Azt mondja, ismervén tehát az Úrnak félelmét, embere... Na megint, álljunk meg egy kicsit. Miért mondja azt, hogy ismervén tehát az Úr félelmét? Ugye múlt héten beszéltünk arról, hogy Jézus mindig valami jót csinál, tehát valami jót csinál, és ezáltal féljük őt. Azt mondja, ismervén tehát. A tehát az azt jelenti, hogy előtte van arról szó, hogy valami olyan történik velünk, amitől az Úr félelme elkezd megnyilvánulni az életünkbe. Na mi az? Nézd meg előtte 10. verszak.
Nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus bémája előtt, ugye itt élőszék, és azt mondja, de a béma az, az, tehát ez egy olyan ítélőszék, ami azt mondja, hogy ki-ki megjutalmaztassék aszerint, amit e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Emberek jutalmazásról van szó. Itt azt mondja, az adja az Isten félelmet az embernek, hogy megjelenünk majd a Krisztus ítélőszéke előtt, és mi, ahogy az ítéletünket elvitte Jézus, ezért már csak a jutalommal találkozunk. Tehát óriási dolog ez. Most erre mondhatod azt, de hát ha az ítéletemet elvett, akkor most én annyi bűnt követhetek el, amennyit akarok. Hát enélkül is annyit követsz el, amennyit akarsz. De! Akkor azt kell, hogy mondjam, hogy annak a szolgájába válsz, akinek engedelmeskedsz, ha bűnnek, akkor a halálra. Ugye, ahogy Pál mondja a Róma levélbe. Ha pedig a megigazulásnak a szolgálatában állsz a cselekedeteiddel, akkor örök élet jön. Tehát igazából mit mond itt? Azt mondja, hogy egy iszonyú jó dolog fog következni. Most megint azt mondom, hogy iszonyú. Ez általában a rosszra szokták használni. De mi az, ami ilyen nagyon nagy hatás, de jóra? A very good. Fantasztikus. Tehát fantasztikusan nagyon jó dolgok történnek majd velünk. Megállunk Krisztus előtt, azért félelmetes lesz. Tehát azért Jézussal találkozni, az nem csak így simán rád néz. Fú, ugye az... János mondja, amikor ugye látta Jézus és találkozott vele a föltámadás után, hogy hallott egy hangot, olyan, mint háta mögül. Gondolod el, áll, így figyeli az eseményeket, mik zajlanak, és ez csak a háta mögül. Valaki megszólal, aki olyan a hangja, mint a sok vizek zúgása. Tehát körülbelül, mint a Kanadában a tehát Niagara vízesés, és az a robaj. Gondolod el. Hát mondja, megfordulok, hogy megnézzem, hogy ki szól. Abba a pillanat, ahogy megfordult, és látta, hogy ki szól, egyszerűen beterítette az a dicsőség, az az erő, az a hatalom, az a szentség, az a tisztaság, az a tűz, az teljesen átitatta. Abba a pillanatban azt mondja, földre esett, és olyanná vált, mint egy halott. És odajött hozzá Jézus, és mondta neki, ne félj. És fölkeltette onnan. Óriási. És nekünk is azt meglátod, és neked is azt mondja, ne félj. Mosolyogva fogja neked mondani, ne félj. De Uram, akkor adj olyan testet, ami el tudja viselni ezt a dicsőséget. Már itt is van. Egy pillanat alatt. És el fogod tudni hordozni megdicsőült testtel. Sőt, utána már te is ezt sugárzod. Ránézel a rosszra, ott, hopp, már menekül is. Azzal a testtel kisugárzás, ugye, mert akkor, amikor ez meg fog történni, akkor utána itt még, tehát ide még visszajövünk 1000 évre, akkor nem fognak így működni a démonok, ahogy most. Akkor nem fognak úgy működni az átkok, ahogy most. Akkor az ördög 1000 évre le lesz láncolva a mélységbe. Akkor betegségek, hát csak hírből lehet majd hallani betegségekről. Hogy ez volt valamikor 1000 évvel ezelőtt. Létezett ilyen és ilyen betegség. De most már az élet vizének a két oldalán növekvő fái, partján növekvő fáinak a leveleinek a ugye tea, biztos lesznek sokféle ilyen gyógyteák, tehát majd akkor, amik ezeknek a fáknak a leveleinek a kiszárításából, ugye mert azt mondja, a levelei gyógyítása, a pogányok gyógyítására lesz, tehát azt kiszárítják, aztán azt filterezik meg, vagy iszik. Tehát mártogatják a forró vízbe, megisszák, és volt rák, nincs rák.
Volt halálos betegség, nincs. Egy kortyintás, és eltűnt minden. Rossz. Most ezt hitáltal vesszük. Tehát, mit mond itt? Ismervén, tehát először is, megjutalmaztatsz, ember. És akkor azt fogja mondani neked is, lehet, hogy elvágodsz, mint János apostol. Elvágodsz, és azt mondja Jézus, ne félj, megjutalmazlak. Engem. Aha, téged. Tehát, hogy, és alig fogod elhinni. Vagyis hát akkor már elhiszed. Hirtelen megmutatja a jutalmat neked. Ez a tied. De hát tudom, én nem gondoltam volna. Én nem is számítottam, hogy te így van ez az egész. És azt mondja, így van. Mert jutalomra jössz. De hol van a büntetés? Hát nagyon sok rossz dolgot tettem. Hát akkor már nem fogsz így beszélni. Mert a károsztatás vádlás szelleme már nem benned van. Ugye most azért beszél így az ember, ilyen alkalmatlanság érzésből, meg kisebb rendűségi érzésből, bűnösség érzésből, vádlás, károsztatás érzésből, mert ez a szellem benne van. És ha ezt el kell már most, mert ott akkor már nem így fogsz beszélni. Nem is ez lesz az életérzésed, mint most. Például. Ilyen, hogy depresszió. Hát itt. Az, hogy valami sötét erő ráborul a fejedre, az érzelmeidre, arra kelsz föl, hogy egy kicsit szomorkás hangulatod, máma. Kicsit beléd szállt a boldogtalanság. Ott ilyen nem lesz. Az messze fog elkerülni téged. Itt mit mond? Azt mondja, jót vagy gonoszt, de akkor is jutalom jön. És azt mondja, ismervén tehát. Látod, miről szól itt, hogy felszabadít téged az ítélet alól. Emberek, ez a haláltól való félelemnek az alapja. Ugye ezt mondja János apostol, az ítélettől való félelem. Hogy az ember hordozza azt, hogy ezért megítél engem az Isten tudat alatt, vagy valahol a lelke mélyén, a lelki ismeretében, vagy ott még annak is a legmélyén, ahová száműzte azokat a dolgokat, azt mondja, hogy ezért ítélet jön. És fél az ember ettől. Elkárhozás jön emiatt. De gondold el, hogy nincs. Jézus Krisztusra vetette Isten az ítéletedet. Nincs ítélet. Ha újjászülettél, hiszel Jézus Krisztusba, nincs ítélet. Jutalom van. Jutalom. Ez csak a jutalom az egy ráadás. De ez egy akkora ráadás lesz. Hogy egész örök életre ezt hordozzuk, ezt a ráadást. És azt ezért mondja, ismervén tehát az Úr félelmét, mit csinálunk? Embereket térítünk, Isten előtt pedig nyilván vagyunk, remélem azonban a ti lelki ismeretetek előtt is nyilván vagyunk. Mit mond itt Pál apostol? Mit csinál az Úrnak a félelme, hogyha megfigyeled? Mit csinál, akiben az Úrnak a félelme van? Mit hoz? Azt mondja, embereket térítünk. Hoppá! Látod, mi a következménye az Úr félelmének? De az ember odaszánja magát az evangelizálásra. Odaszánja magát arra, hogy hirdessem az Urat az ember társainak. Nem maradok csöndbe, még akkor is, hogyha be akarják fogni a számat. Akkor is, hogyha azt mondják, kus legyen erről, nem beszélhetsz itt. Ha ott van az Isten félelme, az ember azt mondja, hogy mivel ez a szellem bennünk van, ezért embereket térítünk az Úrhoz. Azt hallják tőlünk az emberek éjjel-nappal. Minél több van benned az Isten félelemből, annál jobban beszélsz az embereknek, hogy Jézus Krisztusról, hogy megváltott téged, és ő is, az ő érte is meghalt Jézus is. Gyere! Gyere a gyülekezetbe, gyere hallgasd Isten igéjét, gyere, térjél meg, mert örök életet ad neked az Úr. Megbocsátja minden bűnödet, és nézd meg, még jutalmat is fog adni neked a végén. Tehát mi a megnyilvánulása az Úr félelmének? Az, hogy embereket térítünk az Úrhoz. Nagyon jó, nem? Tehát kimutatható az evangelizálás és az Isten félelem.
És figyelj, még valami kimutatható. Ha egy gyülekezetben evangélizálnak, tehát rajta van a hangsúly, hogy menjenek ki az emberek, és tegyenek bizonyságot, akkor ezt tudod, mit jelent? Hogy ebbe, hogy ez az Úr szelleme van rajta, tehát ez azt jelenti, hogy rajta van, az, ugye, mert térítenek embereket. Ez mit jelent, hogy az Úr félelme rajta van a gyülekezeten? Mi történik, ha az Úr félelme megnyilvánul? Eltávozás a gonosztól. Tehát a megszentelődés is benne van ebbe. Gondold el, hogy azzal, hogy itt a gyülekezetből kimennek az utcára, és bizonságot tesznek az embereknek, emberek, azért adjatok hálát, mert a ti életetekben ez megszentelődéssel jár. Gondold el, milyen hatással tudsz lenni a gyülekezetre. Nem csak úgy, hogy kimész is annak az embernek az életére, hanem ez visszahat a gyülekezetre is, azzal, hogy eltávozás jön létre a gonosztól, és azzal, hogy te kimentél, és beszélt, vagy nem kell így, nem is kell így közösen kimenni az utcára, elég, ha magad környezetébe bizonyságot teszel Jézusról, és ezzel azt éred el, hogy a gyülekezetben működik a gonosztól való eltávozás szelleme, ez az Úr félelmének a szelleme, és gondold el, hogyha ez működik, akkor a keresztény testvéred valahol tőled távol több kilométerre belekerül egy szorult helyzetbe, hogy most bűnt kövessen el, vagy nem, vagy kísértésbe kerül, és az lesz benne, hogy nem akarok ilyet csinálni. Ilyen hatással vagy rá, amikor evangélizálsz, és bizonyságot teszel más embernek. Hát itt ezt mondja. Ezt mondja, hogy ismerjük az Úr félelmét. Mi az Úrnak a félelme? Az eltávozás a gonosztól. Azt mondja, ismerjük az Úr félelmét, tehát az eltávozást a gonosztól, embereket térítünk. Tehát ez a kettő összefügg. Az embereknek való bizonságtevés, és a gonosztól való eltávozás. Nem jó benne lenni Isten munkájába? Nem csak én miattam, hogy itt kiállok, és én miattam tisztul a gyülekezet, vagy mondom az Isten beszédét, és közben megszentelődik a gyülekezet, hanem te is részese vagy ennek a munkának, te is a te környezetedben bizonságot teszel Jézusról, és ez hat a gyülekezetre. És ha meglátod, eddig nem tudtál erről, de és ha nem is tudtál volna, egyszer ott mondjuk a legvégén ott állsz Jézusért, és azt mondja, itt a juttalmad még azért is, hogy megtisztult a gyülekezet. És mondod, de hát én ilyet nem csináltam. De hát azt mondja, hát azzal, hogy bizonságot tettél embereknek, ilyen hatása volt még ráadásul. Nem jó? Dehogy nem. És ugye itt jön a 2 Korintus 7.1, ugye itt a másik oldalon, azt mondja, mivel azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén végez a mi megszentelődésünket. Nézzük megint, Isten félelem. Mi volt előtte? Ilyen ígéreteink vannak. Várjunk egy kicsit. Valami nagyon jó kellett, hogy legyen előtte, hogy Isten félelemről legyen utána szó. Hallod? Mi volt előtte? Azt mondja, 16. verszakban, mert ti az élő Isten templomai vagytok. Nem lesztek, vagytok. Már most. Azt mondja, ti az élő Isten templomai vagytok. Van pitvarod, van szent helyed, van szentek szentjéd. A tested a pitvar, a lelked a szentély, és a szellemed a szentek szentje. Azt mondja, Isten temploma vagytok. Hát ha te szellem, lélek, test vagy, akkor van benned szentek szentje, van benned szentély, van benned pitvar. És a pitvar ott van a mindennapi áldozat, tehát a mindennap áldozat, tehát hogy öldöklés van, tehát a testet, a test cselekedeteit ott kell öldökölni a pitvaron. Nem a szellemedet kell öldökölnöd. Ott az Istennek a dicsősége sugárzik ki belőled. Ott van minden áldás benne. És azt mondja, Isten temploma vagytok. Isten templomai vagyunk, gondold el. Isten temploma vagyunk. Még együtt is, képzeld el, még együtt is felépülünk a gyülekezet is Isten templomává. Lakozom bennük, és közöttük járok. Hoppá!
Azt mondja, Isten bennem lakik, Isten. Azt mondja, Istennek temploma vagytok. Azt mondja, Isten, lakozom bennük. Isten bennem lakozik. Mondjad utánam. Isten bennem lakozik. Gondold el, Isten benned lakozik, Isten bennem lakozik. Hát ez egy óriási dolog. Isten lakik bennem. Én egy ház vagyok, és bennem lakozik Isten. És ugyanígy te is egy ház vagy, és benned lakozik Isten. Azt mondja, közöttük járok. Tehát ez nem ilyen elhanyagolt ház. Nem olyan, hogy micsoda, hogy ki tudja hány évvel ezelőtt laktak benne. És most minden megy tönkre benne. Azt mondja, közöttük járok. Közöttük. Itt jár közöttünk is Jézus. Közöttük jár. Ő nagyon szeret, tudod, a Jelenések könyvében is a gyertyatartók között, a menórák között sétálgat, ugye a menórák a gyülekezetek. És ott sétál, nagyon szeret. Már ez azt jelenti, már alig vár minket, hogy találkozzunk. Azt mondja utána, ők népem, azt mondja, lakok bennük, közöttük járok, leszek nekik Istenük, és ők népem lesznek, annak okáért menjetek ki közülük. Tehát miről olvasol? Az Úr félelmez, mert azt mondja, hogy eltávozás a gonosztól. Szóval menjetek ki közülük, és utána azt mondja, hogy szakadjatok el, azt mondja az Úr, tisztátalant ne illessetek, és én magamhoz fogadlak titeket. És leszek nektek atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, ezt mondja a mindenható Úr. És erre mondja, ugye, mert ezek olyan ígéretek, az egyik nem ígéret, hanem az, hogy ti már Isten temploma vagytok, ez állítás. Ami jövőre vonatkozik, az ígéret. És azt mondja, hogy ilyen ígéreteink vannak. Tehát már most vannak olyan ígéreteink, amik a jövőre mutatnak rá, hogy kik leszünk. És onnan lehet tudni, hogy ez nem feltételes, hogy azt mondja, itt a 2 Korintus elején, azt mondja, hogy Istennek valamennyi ígérete Jézusban lett igenné és ámenné rajtunk keresztül. Tehát ez biztos, hogy ezek az ígéretek, ugye Péter apostol meg azt mondja, hogy ezek az ígéretek által vagyunk isteni természet részeseivé. Tehát még Isten, még a természetét is belénk pumpálja, úgymond, hogy isteni természetben járjunk, isteni természet részeseként. Ez mit jelent, hogy isteni természet részeseként? Az, hogy ha beszélsz, akkor a beszédeden keresztül Jézus nevében megparancsolod a démonnak, hogy elhagyjon, akkor az isteni természet megnyilvánul, ahogy parancsolsz, a benned levő isteni természet megnyilvánul, és az a démon az isteni természet miatt fog elhagyni téged, és nem azért, mert te mondtad neki. Jó, nem? De ugyanez van a betegséggel is. Hogy egyszerűen olyan természet van benned, hogy a betegség nem tud megállni a testedben. Ahogy átveszed, ahogy a szellemed, a szíved befogadja ezt a valóságot, ezt az igét, amit mondok. És azt mondja, mivel ilyen ígéreteink vannak, mit mond? Ilyen ígéreteink vannak. Ezek már vannak. Ezek megvannak. Tudod, mi az ígéret? Hogy valaki azt mondja neked, akinek van rá lehetősége is, és van rá pénze, van mindene is, azt mondja, figyelj ide, holnap veszek neked egy jeepet. Ez egy ígéret, nem? Tehát, hogyha csak ennyi hangzik, ez egy ígéret. Mert valaki más oda jönne hozzám, azt mondja, vezek neked egy jeepet. Hát most nem biztos. Tehát meg kell nézni, hogy az, aki teszi az ígéretet, az rendelkezik-e azokkal a dolgokkal, amire az ígérete vonatkozik. Tehát Isten ígéretet tett. Számítasz-e, hogy megtartja? Vagy érted, vagy azt mondod, hogy hát ezt tette ezt az ígéretet, hát ez csak mondta.
És akkor nem is figyelsz rá, nem hallgatsz rá, nem készülsz rá. Mert amikor mert valaki mondjuk tesz egy ilyen ígéretet, érted, mondjuk jelentkezne nálad a Bill Gates vagy valaki, és azt mondaná, átutalok, mondd meg a számlaszámodat, átutalok. Tehát hát csak úgy egy 1 millió dollárt, az ugye az semmi, tehát így átutalom. Akkor te mit csinálsz? Ha ugyanúgy ülsz itt, mint most, akkor nem, tehát nem fogadtad be az ígéretet. Onnan lehet tudni, hogy az az ígéret akkor kezd el aktualizálódni, akkor kezd el meg, hogyha elkezdesz rá számítani, és elkezdesz úgy viselkedni, elkezded, tehát megváltozik a hozzáállásod, az érzelmeid, gondolkozásod, mindened megváltozik, és így, tehát így jön a részesedés is benne. És Isten azt nézi, amikor ő ígéretet tett, és azt mondja, ilyen ígéreteink vannak, nézze a reakciódat. Úgy ülsz tovább, hogy mintha semmi. Mintha semmi hangzott volna el. Mintha semmit kapnád. Akkor semmit kapod. Értek, hogy van egy tehát az ember valahogy reagál az ígéretekre. És ez a reakció az, ami a megvalósulásba beleviszi az embert. És azt mondja, hogy mi itt a reakció? Azt mondja, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vívén véghez a mi megszentelődésünket. Tehát miről van itt szó? Arról, hogy reagálsz. Tehát a megszentelődés egy reakció az Isten ígéreteire. Egy valóságos. Tehát amikor Isten megígér valamit, az hordozza. Tehát az Istenek a dolgai hordozzák az Isten valóságát. Tehát a megszentelődés nem úgy van, hogy nincs, tehát valahol távol van tőlem az ígéret, és akkor mindent megpróbálok megcsinálni, hogy legalább megérdemeljem, vagy valahogy összhangba kerüljek vele. Ez nem így van, hanem az ígéret bejött a szívembe, bennem van, és az ígéret váltja ki bennem azt, hogy én el szeretnék szakadni attól a dologtól, amattól a dologtól. Jó lenne ezt nem csinálni, jó lenne azt nem csinálni. Értitek? De nem azért, hogy az ígéretet megkapjam, hanem azért, mert már bejött az ígéret, és az az ígéret váltja ki belőlem, az ige váltja ki belőlem, az ígéret váltja ki belőlem azt, hogy én nem akarom azt csinálni, amit eddig csináltam. Oké? Látod? Tehát itt megint ezt mutatja. De látjuk azt, hogy az Úr félelmének vannak következményei, és Efézus 5.21, figyeld, mit mond itt, azt mondja, engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Mit visz véghez az Isten félelem? Engedelmességet, emberek. Még ezt is Isten félelme viszi véghez, hogy az ember engedelmeskedjen az Isten igéjének, vagy Isten embereinek, vagy akár egymásnak is. Tehát ugye, mert itt utána elkezd a férj feleségről is írni, tehát, hogy nem lerázod az asszonyt, hogy na, ez asszonybeszéd, nem hallgatok rá, aztán kész, hanem ha Isten félelem van az emberben, akkor odafigyel, hogyha tényleg Istentől van az, amit mond a felesége. És ugye fordítva is, hogy a férje mond valamit, akkor tehát ezt Isten félelme viszi végbe az emberben, az, hogy engedelmesség legyen benne. Az engedelmesség szelleme az Isten félelem által tud bejönni az ember életébe. És nem zsigerből elutasítja a másikat. Jó, 6-5. Ti szolgák, engedelmesek legyetek a ti tesz szerint való uratoknak, félelemmel, rettegéssel, szíveteknek, egyenességében, mint Krisztusnak. Tehát látszik itt is az engedelmesség, a munkahelyen is. Például nem arról szól, hogy feleselsz a főnöködnek, meg ki tudja, érted, tehát zúgolódsz, meg ilyeneket. Ha nem tetszik az állás, menj el onnan. Ha ott dolgozol, akkor viszont ne úgy dolgozzál ott, hogy zúgolódsz, hanem úgy, mint Krisztusnak. És akkor viszont legyen benned engedelmesség. Ha azt mondja, hogy, akkor és nem kérdezi meg tőled a véleményedet, hogy miért, vagyis hogy na is neked, hogy te is így látod. Ha nem kérdezi meg, azt mondja, ezt csináld, akkor csináld azt. Ha megkérdezi, akkor mondd meg, tehát ahogy te hogy gondolod. De ne zúgolódjál, mert látod, hogy az Isten félelem például ezen a területen is munkálkodik a munka, tehát a munkába, tehát a,
a vállalkozásban, munkahelyen, cégben, tehát ezeken a területeken is. Jó, Filippi 2:12-13. Azt mondja itt, mert az Isten az, aki munkálja bennetek az akarást, a munkálást jó kedvéből, mindeneket zugulódások és versengések nélkül tegyetek. Tehát Isten munkálja bennünk az akarást és a munkálást jó kedvéből. Ja igen, mert itt van, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, ugye itt az Isten félelem a 12. versnek a végén, és ezért mondja azt, hogy Isten az, aki munkálja bennetek. Látod? Hogyha Isten félelem bejön, ez a szellem bejön, akkor elkezd Isten dolgozni benned. És hogy elkezd dolgozni benned, az Isten mit csinál? Kimunkálja azt, hogy akard is azt, amit ő akar. Jó, nem? Azt mondja, és a munkálást is, ne csak azt, hogy akart, mert Pál is mondta ugye a Róma levélben, hogy akarom a jót, de nem találom, hanem itt azt mondja, hogy az Úrnak a félelmének a szelleme kimunkálja, hogy meg is találd azt a módot, ahogy azt, amit akarsz jót, azt meg is tud valósítani. Na, nagyon jó az Úrnak a félelme. Jó, és még egy, ugye hosszú életet ad az Úrnak a félelme, és befejezésül a Lukács 18:2, itt egy új, tehát úgy mondom el, hogy meg tud érteni, itt ugye a hamis bíróról van szó, akiről azt mondták, hogy mondván volt egy bíró egy városban, aki Istent nem félt és embert nem becsült. Fordítva is igaz, aki Istent féli, az embert becsüli. Tehát az Isten félelem, tehát meg tud állapítani, hogy ahogy egy emberhez viszonyul valaki, vagy ahogy bánik egy emberrel valaki, azt meg tud állapítani, hogy Isten félő vagy nem. Ha nem becsüli, tehát leértékeli az embereket állandóan, a becsüket, ugye az értéküket lejjebb szállítja, és lebecsüli, leértékeli, ugye embert nem becsül, az abban nincs Isten félelem. Mert ez a kettő összefügg. Ha van valakiben istenfélelem, becsüli az embereket. Tehát értékesnek tartja az ember embereket, hát pláne a hívőket, ugye, mert ha más érték nincs, akkor is a Krisztus ott van. Ez érték. Nem lehet lebecsülni egymást. Nem lehet csak azért, mert látjuk egymásnak a rossz dolgát, vagy érted, a hibát, így mondom, hogy hibát, vagy mert mindenki hibázik, és azért lebecsüli a másikat. Tehát ilyen, érted, itt mutatkozik meg az Isten félelem, hogyha van valakiben Isten félelem, az becsüli az embert. Ha nincs Isten félelem, az állandóan az embereket leértékeli, és tehát ilyen félváról veszi az embereket. Jó, tehát ugye látjuk itt a bíró, nem félte az Istent, nem is becsülte az embereket. Ha viszont az Úrnak a félelmének a szelleme bejön az életünkbe, mi lesz a következménye? Értékelni fogod tudni az ember társaidat. Meg fogod látni, nem a hibát látod meg először, hanem a értéküket fogod meglátni. Hogy jé, hát ez egy értékes ember. Jé, milyen értékek vannak benne. Mert ha nincs Isten félelem, akkor csak a hibát látod. Hát ez ilyen és ilyen. Hát ez tudja csak csinálni. Ez múltkor is ezt csinálta, most is ezt csinálja. És leírja azt az embert, leértékeli. De amikor meg Isten félelem van az emberben, akkor az Isten félelem szelleme kiépíti benne azt, hogy tudja értékelni az embertársát az ember. Köszönöm, hogy meghallgattatok, figyelmeteket köszönöm, és...